Sziasztok, hikrek! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok. Különösképpen a feliratkoztatók, nagyon hálás vagyok érte, annak pedig még jobban örülök, hogy újra itt vagy, ha pedig új vagy, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál. És remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy áprilisban milyen energiákat várhatsz a szerelem és a kapcsolatok területén, mint mindig. Ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzletekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit, de lássunk hozzá. Először is a rózsa kártyáját nézzük meg, ahol az anyai ág gyógyulásáról szól, tehát ez a gyógyulás, az ősökkel kapcsolatos dolgok, az anyai ágon, valamint a felnövés kártyája. Nagyon érdekes, hogy ez a kártya elég gyakran kijön a 44 lapból ebben az időszakban, tehát ez úgy látszik, ez egy általában fontos üzenet. Tehát ez igazán ez a kártya arról szól, hogy van valami, amiből fel kell gyógyulnod, amin túl kell tenned magad. Ez lehet, hogy kötődik az őseidhez, lehet, hogy van olyan dolog, amit a szüleidtől láttál, ami úgymond fájdalmasan érintett téged, amíg felnőttél. Ez lehet, hogy valami az anyai ágon történt, de ami fontos ebben az a gyógyulás, az, hogy túl kell tenned magad a korábbi problémákon. De nézzük meg, hogy miről szól a taró a te esetedbe. A kirakásod középpontjában az érmék 9-es áll. Az érmék 9-es, ami igazán a függetlenség, a stabilitásnak a kártyája. Tehát ha egyedül vagy, akkor ez a kártya jelzi azt, hogy élvezed a függetlenséget, élvezed a szabadságodat, és nem rohansz abba, hogy egy kapcsolatba kerülj valakivel, hanem nagyon is válogatós vagy. Ha pedig egy meglévő kapcsolatban vagy, akkor ez a kártya jelzi azt, hogy ez a kapcsolat már túlesett az kezdetleges problémákon, és ez egy érett kapcsolat, amit mind a ketten élveztek. Aztán az első lapunk pedig az az érmék 6-os. Az érmék 6-os az egyensúly kártyája, az adok-kapoké. Tehát itt jelezhet egy olyan kapcsolatod, ami nagyon harmonikus, nagyon kiegyensúlyozott, és igazán mind a két fél egyenlően részesül a kapcsolat által nyújtott örömökből, valamint problémákból is, mind a két fél kiveszi a részét. Ez a kártya jelenteti azt is, hogy valaki segít neked, valaki segít egy külső személy, akár az univerzum is hozhat neked valami ajándékot, amikor ez a lap kijön. Bár ez egy szerelmi kapcsolati jóslás, nagyon érdekes, hogy az érmék 9-es az jelenthet ingatlant, valamint az érmék 6-os pedig jelentheti azt is, hogy ehhez pénzügyi segítséget kapsz. Lehet, hogy a kapcsolati területén ez fontos néhányatoknak. De nézzük meg a következő lapunkat, ami a botok 9-es, ami a sebesült katonának kártyája, ami jelzi azt, hogy nagyon bele vagy fáradva valamibe, nagyon sok energiádat felemésztett valami, és igazán nem azon a ponton vagy, hogy kész vagy feladni. Tehát ez lehet az, hogy egy kapcsolat nagyon sok energiát felemészt, amiben benne vagy. Lehet, hogy a párkeresés az, ami nagyon fárasztó számodra, és kész vagy arra, hogy felad. Mindenképpen ez a kártya annak az üzenete az, hogy nem szabad feladni, mert nagyon közel vagy ahhoz, hogy elérd azt, amit szeretnél, amiért keményen dolgozol. És az érmék 8-as pedig jelzi ezt a folyamatot, ezt a kemény munkát, ami nagyon ismétlődő feladat is. Tehát itt például lehet az is, hogy ha egy kapcsolatban vagy, akkor van valamilyen ciklus, ami ismétlődik, lehet, hogy nagyon sok energiát fektetsz ebbe a kapcsolatba, hogy működjön, és igazán tehát azért a 9-es, a botok 9-es jelző, hogy ez elég fárasztó is. Hogyha egyedül vagy, akkor azért még 8-as azt jelzi,
hogy nagyon sok energiát fektetsz abba, hogy találkozz emberekkel, ismerkedsz, randi oldalakon vagy, stb. Stb. És tehát van benne ez az ismétlődő dolog. Ami jó azért még 8-asba, hogy általában, ahogy a kemény munkát meghozza a gyümölcsét. És maga az érmék 9-es is jelzi azt, mert az érmék 8-astól a 9-eshez mész, ami jelzi azt, hogy eléred azt, amit szeretnél. Aztán a kardok 10-es pedig arról szól, hogy van valami, ami itt véget ért az életedbe, egy szakasz, egy ciklus lezárult, egy fájdalmas szakasz, vagy fájdalmas ciklus, vagy a fájdalmas vége valaminek, ez lehet egy kapcsolatszakítás, ami az egymás bántásával, érzelmi bántásával, lehet, hogy félrelépés, csalás, hátbaszúrás történt ebben a kapcsolatban. Bár ugye ez általában egy nehéz kártya, mert jelzi azt, hogy nagyon mélyen vagy, de innen már csak fölfelé visz az út. Az új nap az már felkelőben van, ami jelzi az új kezdetet. Aztán a kelyhek lovagja pedig ez a romantikus herceg a fehér lovon, tehát ez a legromantikusabb az összes lovak közül, láthatod, itt van a rózsája, a szerelmes üzenet, tehát ez valamilyen romantikus gesztust hoz magával, ez lehet, hogy valamilyen üzenetet hoz, lehet, hogy valaki el akar hívni randizni, lehet, valaki járni szeretne veled, de akár lehet, hogy valaki szeretne eljegyezni, vagy akár szeretne megházasodni veled. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kapcsolatnak a végkimenetele. De előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá, neked ez csak egy gombnyomásba kerül, és remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. De nézzük! A következő kártyánk az érmék ásza. Az érmék ásza, ami egy új fejezetet jelöl az életedbe, egy új kezdetet, ami az arany lehetőség, egy olyan lehetőség, amit két kézzel meg kell fogni. Tehát ez lehet egy új kapcsolat, egy új fejezet egy kapcsolatban, ami hosszú távon sok-sok boldogságot, stabilitást hozhat az életedbe. Aztán a következő lapunk pedig a kardok királya. Ez jelentett egy szemét, a te energiádat, vagy a kártya energiát. Ez egy olyan személy, aki nagyon okos, nagyon bölcs, nagyon logikus, és igazán jó kommunikátor, ami a szívén, az a száján, mert őt igazán csak az igazság érdekli, és lehet, hogy néha a szavai bántóak. Tehát itt lehet, hogy valamilyen igazság kiderül, lehet, hogy egy ilyen személlyel van dolgod, de nézzük meg, hogy mi a következő lapunk, ami a botoknak a királynője. A botok királynője, aki a legszebb, a legvonzóbb az összes királynő közül, ő az, aki nagyon jól tudja használni a vonzás energiáját, és bármit be tud vonzani az életébe, bármit el tud érni, bármit meg tud szerezni, meg tudja szerezni a társat, a kapcsolatot, amire vágyik, szereti az újdonságokat, szereti a kalandokat is. Nagyon érdekes, hogy itt lehet, hogy egy olyan kapcsolatról van szó, ahol az egyik fél nagyon logikus, nagyon okos, a másik pedig nagyon vonzó. És a pakli alján pedig az a botok ásza van, ami jelenthet egy új tüzes kalandot, egy tüzes kezdetet, aminek nagyon nagy potenciálja van arra, hogy egy sokkal nagyobb dologgá váljon. Tehát itt két ászod is van, mind az érmék ásza, mind pedig a botok ásza, jelzi azt, hogy van valamilyen új kezdet az életedbe, valamilyen romantikus új kezdet, egy új kapcsolat, ami alapvetően jó hatással lesz az életedre. Hát igazán ennyi van számotokra,
Remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.